A matyóság, a délborsodi vidék egy olyan néprajzi csoportja, amely a 19. század közepén került a néprajzkutatóknak a látókörébe. Valójában egy olyan néprajzi csoportról beszélünk, amely a palócokhoz és az alföldi régióban lakó néprajzi csoportokkal mutat egy ilyen közösséget. De mivel ugye a délborsodi vidék zárt település egységét képezi, hiszen három település kapcsolható hozzá, Mezőkövesden kívül Tard és Szent István, ezért ez a római katolikus vallású, nagyon vallásos néprajzi csoport egy szigetet képez a többi református település között. A 15. században ugye Mátyás király mezővárosi rangot adott Mezőkövesnek, és ez a mezővárosi rang, ez egy olyan, a matyók lelkében egy olyan pozitív érzést váltott ki, hogy ugye a Mátyás név igen gyakori a Mezőkövesden élő fiatal fiúk és az idősebb korosztály számára is. És ez a Mátyás névnek egy kicsit olyan kedveskedő, de egyben a környező református települések egy kis gúny, kis fejez ki ez a Mátyásnak a becéző alakja, ami a matyó felé vitte a Mátyás kifejezést. Tehát van egy ilyen elmélet is. Ezek nem bizonyított elmélete a matyók elnevezésének, hanem inkább, amit én fontosnak tartok, az a bizonyos vallási egység, hogy egy római katolikus vallású és egy református közösség között élő néprajzi csoportról van szó. Valójában az első hímzés motívumok a lepedőszéleken jelentek meg. Ezek az úgynevezett vagdalásos lepedőszélek, amik díszítettek voltak egy matyó családnak a szobájában. Ez 19. század első fele és közepe tájékán aztán színesedni kezdett ez a hímzés, és ott jelentek meg először a matyó olyan motívum kincs is, amit aztán később a többi ruhadarabra is fölhelyeztek. És ami érdekesség, hogy ugye ezek nagyon maguk által készített alapanyagokra földolgozott, pamuttal hímzett motívumok voltak, amik aztán a későbbi időszakban gyapjúval, illetve selyemmel is ugyanúgy ezek a motívumok megjelentek falvédőkön, aztán a ruhanemükön, a surcokon, a lobogós ingeknek az ingúj részein, vagy a női kötényeknek a motívumai között. Itt vagyunk a Kisjankó Bori néni emlékházában. Ez a ház, amikor Bori néni megszületett, már megvolt. Kisjankó Bori néni Molnár Borbála néven született 1876-ban. Tehát aki ide erre a területre eljön, mint látogató, az körülbelül egy 150-200 évet megy vissza a történelembe. Ugyanis ez a terület itt megőrizte annak az életformának a jellegét. Ezek a pici kis keskeny, zegzugos utcácskák, a teresedések, ezek a nagyon apró pici telkek, ezekkel a házakkal visszavezetnek minket a múltban. És az értéke még ennek a hadas területnek az is, hogy ez nem egy skanzen, hanem ez egy élő rész. Bori néni Gáspár Mártonhoz ment feleségül, akkor elköltözött innét az akkori szokásnak megfelelően, ugye ő is ment a férje családjához,
Egy évig élt ott körülbelül. A rossz nyelvek mondják, hogy egy évig bírta az anyósnál, de az igazság inkább az én szerintem, hogy az ő szíve visszahúzta őt ide, ebbe a millióbe, ebbe az alkotó közösségbe, ahol az ő szülei és a nagyszülei éltek. Hiszen ugye az egész Kisjankó család egészen az 1700-as évek közepétől ők kézműveskedéssel foglalkoztak. A nagyapa, Kis Jankó Nagy János, szűcsvarró, szűcs volt, szűcsvarró mester volt. Segédekkel dolgozott, és a családtagjaival dolgozott. Ők készítették a viseletünknek a téli darabjait, a kuzsukat, a bundákat, a ködmönöket. Ezek ugye birkabőrből, báránybőrből készültek. Ezekre varták ők már nem csak rátétként, hanem magára a bőrre is a gyönyörű, szép, szűcsös mintákat, a szűcsrózsákat. A Bori néni édesanyja, a nagy Borbála karcolta bele a rózsákat, a mintákat. Gyönyörű szépen rajzolt. Azt mondják, hogy egy óriási tehetség volt. És ezt a tehetséget örökölte meg a lánya, vagy a lányai, ugye mert nem csak egy gyermeke volt. Tehát ugye most Kis Jankó néniről beszélünk, tulajdonképpen egész pici lánykorától fogva ő ezt látta, hogy hogy rajzol az édesanyja, hogy varr a nagyapa a segédeivel. Pici korától válogatta a sejmeket szín szerint, befűzte a tűbe a cérnát, tehát így segítkezett. Na de egyébként is nagyon-nagyon szerette a virágokat, a természetben is, a mezőn is, a kertben is, egész idős koráig itt az udvar is tel is tele volt ültetve mindig virágokkal, és hát úgy mondjuk, hogy ihlette őt a természet. Ha ő meglátott egy szép virágot, egy szép rózsát, de legyen az a gyöngyvirág, vagy a margaréta, vagy a tökvirág, ő úgymond stilizáltan mindenből matyó rózsát írt, tehát ő bevette a motívumaiba, és hát valahogy mindenből rózsaforma lett végül is. Ha más nem, akkor a közepe volt rózsa, vagy tulipán, és hát egész életében ezeket rajzolta. És hát ide idősebb korában már jöttek riporterek is, készítettek vele ugye riportokat, és mindig azt nyilatkozta, hogy szép életem volt, mert virágok közt éltem. Volt a jellemző, villámgyorsan rajzolt, rengeteg motívummal dolgozott, mondjuk is, hogy ő a száz rózsás íróasszony. Itt a Matyó Múzeumunkban van egy tábla, amit már ő idősebb korában festett meg, ez az úgynevezett száz rózsás tábla. Ezen gyűjtötte össze a motívumait, a rózsáit, szépen kifestette, és ugye ő a rózsáit el is nevezte. Itt a táblán látjuk, hogy a rózsák, a motívumok alá van írva a neve annak a motívumnak, annak a rózsának. Én úgy tudom, hogy amikor az első világháborúból hazajöttek az életben maradt katonáink, akkor ők, hogy kedveskedjenek a lányaiknak és asszonyaiknak, úgynevezett ragyogókat hoztak kedvességből. Ezt úgy kell elképzelni, mint most a flitterek. Ennek olyan nagy divatja lett, hogy ez egyetlen egy családból sem maradhatott el. Tehát minden jánynak, minden nőnek ott kellett, hogy legyen a szoknyáján. Inkább lemondtak a betevő falatról,
csak hogy, hogy díszíthessék a viseletüket. Fönn is maradt a mondás, hogy hadd korogjon, csak ragyogjon. És hát megelégelte ezt az előjáróság, hiszen ez nagyon-nagyon sok pénzbe került valójában. Nem csak a települési előjáróság, az egyházi előjáróság is össze is fogtak ez ellen, és 1925 hanvazó szerdáján raktak egy nagy tüzet itt a barokk templom melletti piasztéren, és hát le kellett vágni a ragyogókat a szoknyáról, a kötényről, összegyűjtötték kosarakba, és hát nagy részét elégették. Mezőkövesdi viseletek érdekessége a fiú viseleteknél kevesebb készül, mint a lányoknak, és kevesebb hímzéssel, ahogy a 16 év felé közelednek a fiú gyerekek, úgy készül, és nagyon szorgalmasan, nagyon beosztva a család keze ügyességét és erejét, anyagi lehetőségét. A fiúknak is egy nagyon jelentős, szépen hímzett, dúsan hímzett, lobogós ujjú ing, ez az új legény öltözet. Az új legény öltözet az utolsó öltözet, amit a családtól kap a fiú gyerek. Az új legény avató az egy felnőtt korosztályhoz csatlakozó küszöb átlépése, és ezt az öltözetet viseli a fiatalember esküvő után, az első gyerek megszületése után is, mint fiatal apuka a legnagyobb ünnepi alkalmakkor. Az esküvői ing, a jegyink, amit itt ezen a bábon látunk, ez fehér lyukhímzéses ing. Ez az én nagyanyámék idejébe kizárólag a menyasszony munkája volt. Jegybe készült, azt mondták az öregek, nem volt gyűrő, tárgyi ajándék volt. A jegykendő, a vőlegény és a családja ajándéka a menyasszonynak, az a sárga kendő a surc előtt, úgy mondták akkor a gatyakorcba esküvői napján. A jegyinget pedig a menyasszony készítette eljegyzésre. Utcai viseletek olcsóbb anyagból készültek, nem voltak olyan munkások, mint az ünnepi gyapjuk, tehát cérna alapanyagú. Nálunk Mezőkövesden, amit ezen a hátsó kék litjás bábon látunk, a pipi szoknya, ez olajos karton anyagból készült, és ezek jobban moshatók voltak, mint az ünnepi viseletek. A surc itt ebbe a hétköznapi viseletbe csipkés és pántlikás surc nem olyan dúsan kézi hímzésű, mint az ünnepi viseletek, de ezen a bábon minden pántlika kézi varrású. Tehát nagyon gyakori volt, hogy a gépi pántlikát kézzel varták ki, mert olcsóbb volt. Megvették a fonalat, időt szántak rá, az nem került pénzbe, és ezzel látható eredetiben egy kézivarrású pántlikás surc. A fiúgyermekek viselete az általában fehér gyolcsból, vagy általában gyolcsból, vagy még korábban vászonból is készülhetett, és azért az ünnepi viselet meg az utcai között a fiúgyerekeknél nem volt varrottas, tehát egy nagyon hagyott inget adtak rá esetleg utcára a gyerekekre, mert tehát a gyerek az akkor is gyermek volt, tehát nem vigyázott úgy a holmikra. A három település viselete nagyon jól megkülönböztethető, mégis az életformájuk, az erkölcsi normájuk azonos. Tehát nagyon jó közösségbe éltek. Mezőkövesd a legnépesebb település, Szent István a következő lélekszámú, tehát olyan 2-3 ezer lélekszámú, és Tard egy pár száz lakosú település, de köztünk nincs más, háromszögben nincs más település református lakossággal. A mezőkövesdi viselet a legrégebbi, ez egy körmeneti alkalmi viselet, látni a fejdíszről és a férfi ember ingjéről, hogy ők házasságkötés után nagyon rövid időszakkal vannak, mert nincs még gyerekük. A tardi viseleten ez a 30-as évek viselete, ő egy fiatal asszony a bunkóskendőben, és a Szent Istváni a 40-es évek, tehát közvetlen a háború előtti viselet. Ez egy fiatalasszony viselete. A Szent Istváni viselethez jár még nagyon-nagyon szépen hímzett kötények, tehát nagyon változatosak és szépek a hímzések. Ami megkülönböztető a hímzés rálátásra, ránézésre, a hímzés világ, a motívum világ és a színvilág.
a ruhaviseletek rövidebb látványa, az elég szembetűnő. A mezőkövesdi asszony új menyecske viseleten bőkötő van, ez egy alkalmi bőt, nem bőti, hanem egy körmeneti viselet, ilyen esetben nem mindig kötöttek varrott kötényt. Beszélnünk kell még itt a kalapviselésről, a csúcsos kalapról. Ez úgymond a Barci féle csúcsos kalap, ez a magas tetejű kalap, amit a legény emberek nagyon szerettek, és nem a szeretet volt itt a lényeg, hanem a tisztelet. Az iránt, az ember iránt, aki ezt divatba hozta, a divat az úgy jött létre, hogy ő viselte. Először kis Barci bíró, szabadon választott bírója van Mezőkövesdnek, a parasztbíró választás az a Mátyás király ideje óta egészen a II. Világháborúig élt, de ez csak a mezőkövesdi legényeknek járt. Sem Tard, sem Szent István nem viselt ilyen csúcsos kalapot. Itt minden pici ház tulajdonképpen ebbe az elosztásba épült, kicsi kis módosításokkal. Hogyha megnézzük a belvilágot, tehát nagyon alacsony, hiszen itt szegény emberek laktak, ahogy mondtam, ez a szegény zug, mindig is a szegény zugnak hívták, az öregek még most is így hívják, akik itt élnek ezen a részen. Ahogy belépünk, az a pitar. Pitvarnak is mondják, de itt egy picit lerövidítették, pitar. A pitart és a konyhát tulajdonképpen csak egy nyílás választja el, vagy boltíves, vagy szögletes nyílás, de soha nincs ajtóval lezárva. A pitarban mindig azok a tálak, tányérok vannak elhelyezve, amelyeket csak ünnepnapokon használtak. Ahogy beljebb lépünk a pitarból a konyhába, ez az úgynevezett füstös konyha, szabad kéményes konyha. Itt láthatjuk ezt a tapasztott pultot, nem sok helyen van már ilyen, érdemes azért ezt úgy bővebben is megnézni, és ugye a bubos kemencének a nyílását. Most ez a tapasztott pult, ez volt az úgynevezett tűzhely. Abban az időben, amikor Bori néni is élt, tulajdonképpen ezeket a helységeket nem nevezték a nevén. Na, esetleg annyit mondtak, hogy az első ház vagy a ház. Valószínű, hogy még ez az egyterű ház kifejezéséből maradt fönn. Hát a komra kulcs az bizony egy érték volt, az a gazdasszonynak a zsebébe volt elrejtve, és bizony illetéktelenek nem nagyon mehettek be a kamrába, nem úgy volt, mint most, hogy akkor eszek, amikor akarok, hanem akkor lehetett tenni, amikor ugye a gazdasszony azt megengedte. Ide hozták a menyecskét a kamrába, hozományával együtt. De hát ugye a huncut menyecskék, amikor kivitték az ebédet a férjüknek, hát a férj már reggel oda kacsintott neki, hogy hát finom ebédet hozzál, akkor a menyecske tudta, hogy a csobolyót borral kell megtölteni, hiszen azt a boldog órát ott a mezőn vagy a határba is bizony ellopták egymásnak, hiszen itt a komrában a fiatal házaspár sem hálhatott mindig együtt. Főleg, ha szigorú volt az anyós ott, aki a szobában lakott a többi gyerekkel, ő bizony már tudta, hogy mi az, hogy 10-12 gyermeket világra hozni és nevelni. Tehát egyrészt féltette is a fiatalokat, másrészt hát tulajdonképpen itt a házban csak a nők és a gyerekek éltek. A férfi emberek a nagyobbacska gyerekekkel az ólas kertekben éltek, az ott lévő tüzelős ólakban. Ők ott is aludtak. És akkor itt vagyunk a szobában, tulajdonképpen az első házban. Itt a szobában a berendezés azt a hagyományt tükrözi, amikor még ugye kis Jankó Bori néni is élt. Itt az utca és az udvar felüli ablak sarkában láthatjuk a Szent Sarkot. Tel is tele rakták a szobafalát ezekkel a szép tányérokkal, és hát főként ugye ezek csak díszítés céljából voltak itt. Ugye itt van a Szent Sarok mellett az asztal körbelócákkal. Itt én úgy tudom, hogy a régi időben csak a férfiak ülhettek, és csak ők ebédelhettek itt, és méghozzá megfelelő rangsorba ülhették körbe az asztalokat. Itt a kis Jankó Bori néni ágyát láthatjuk, ez még az 1800-as évek végéből való, tehát akkori divatnak megfelelően készült szép festett ágy. Volt úgy ugye az úgynevezett bebúvós ágy, amikor a díszpárnákat, mert azokon nem feküdtek, ugye,
egy keretre felvetették, megmagasítva az ágyat, egészen a plafonig ért sokszor a párnasor, és a keret alatti, meg tulajdonképpen az ágy, tehát a szalmazsák fölötti részre feküdtek le az asszonyok, ezek voltak az úgynevezett bebúvós ágyak, és hát ugye itt van a Bori néni ládája is, a szép festett láda, ebbe hozta ő annak idején a stafírungját, ebbe volt szépen elkészítve, és hát sokszor ezen ültek, amikor vartak, amikor hímeztek, láthatjuk ezt a csodaszép búbos kemencét, mindig elmondom, hogy bizony meg kell hajolni azon mesteremberek előtt, akik a régi időben ilyet tudtak létrehozni, építeni, ugye ennek több funkciója volt, egyrészt télen melegített, milyen jó lehetett itt a patkára ülni, körbe is ülték ugye téli estéken ezt a jányok, asszonyok, megvetettük a hátukat a jó meleg buboskemencéhez, és hát úgy vartak, vagy fontak, hát ugye tévé, rádió, internet nem lévén, akkor még történeteket meséltek, és hát a kezük közben járt szorgalmasan. A múzeum 1952-ben jött létre, és akkor kapta meg az engedélyt ahhoz, hogy kiállító helyként funkcionáljon, és ez az épület adta a helyszínt. Egy nagy változás az valójában a 2005-ös év, amikor a város megvásárolta az épületet, és a múzeum így került vissza, és 2005-ben nyílt ez az új kiállítás, aminek az anyagát lehet látni most ebben a filmben. A múzeumnak ez egy nagy lehetőség minden tekintetben, hogy olyan kiállításokat készítsen és mutasson be, amivel egyrészt viszi a Matyók hírnevét is, hiszen a UNESCO szellemi örökség részévé is vált, és ebben a múzeumnak is nagy része volt, hiszen egy felterjesztést kellett készíteni ez ügyben, és hát azokat a régi archív felvételeket, amik a Matyó Múzeumban láthatók, és ugye a gyűjtés alapján kerültek ide be a múzeumnak a gyűjteményébe, ezek mind annak is egy részét képezték. Nem csak a múltat kell gyűjteni, hanem az elmúlt néhány évtizedre is kell gondolni, hiszen az is egy jó 50 év múlva már történelemként szolgál, tehát azért a múzeumnak ilyen feladatköre is van.